Hello, sziasztok! Ha már van itthon MCT olajporom, úgy döntöttem, hogy csinálok egy bulletproof, vagyis hát golyóálló kávét, ami ketogén kávé, szóval ketogén diétában, ez tényleg belefér. Ez nem olyan kamu, mint a Regenor, az a legnagyobb átverések egyike volt, ugye, hogy ketogén diétaszerű vackot csinálsz, de közben, ha eszel Regenort, akkor ehhez kenyeret, még hülyeségért, nem. Hogyha kávét iszol ketogén diétában, a kávé az vízből van, meg kávéban, addig jó, de amint beletennél egy ilyet, akkor már meg is borítottad a 90 napot oda a ketogén diétát, mert abban annyi CH van, hogy az nem lehet. Viszont, hogyha MCT olajat teszel bele, vagy MCT olaj port, akkor nem. Meg hát ugye a cukor lenne a másik szénhidrát, ami tilos, és az helyett még édesítőszer. Szóval ebből a kettőből plusz a kávéból elméletileg egy jó ketó kávét lehet csinálni, ami nagyon hasonlít a Bulletproof kávéra, ugye, amit a serpák ittak, csak ők tettek bele vajat meg tejet, én azt most nem teszek, de mondjuk a kettőzésből beleférne, lehet, hogy teszek bele vajat. Tegyek bele vajat, úgyis megkóstoljam. Na, álljunk neki először is. Darálót legfinomabbra és valami jóféle kávéból főzzünk. Ebből jó is lesz. Ugye ez az egyik kedvencem, ennek ismerem az ízét. Nem is akár mennyire. Ne guruljatok el, drága szemek. Hát ezek nagyon drága szemek. Daráljunk. Ugye ebből az értékes dologból a kávéörleményből kell nekünk 7 g most. Ez körülbelül ebből a kávéból ennyi szokott lenni. De én azért ezt megmérem pontosan. Hát ez csak 6,4, úgyhogy még adunk neki. Így már jó kis vagyunk. És mehet is bele. A szűrőnkbe az a 7 g, aztán letomperoljuk, feltesszük, és már főzhetjük is bele, hát csak még nincs kész a pohár, mert ez úgy látványos, hogy előre beleteszem a zsíros hozzávalókat. Nem szabadna kétszer tamperolni, de hát muszáj volt, mert főhúzta. Szóval, teszünk bele 2 édeskét, aztán teszünk bele MCT olajport, szépen ráfőzzük a kávét most erre. Vagy dobjuk rá vajat is? Ám legyen. Egy nagyon kicsi vaj. És főzhetünk is. A vajra rácsúrgatom a forró nedűt, hogy valamennyire próbálj meg oldódni, azért is, mert vissza van véve a hőfoka a cuccnak. Nem a legforróbb kávét főzzük. Egy ideje. Ez igen szűk 40 ml, reméljük oldódik, várunk rá egy kicsit. Milyen volt? Hát talán ott líke, ja, nem, most szakította le, nem volt líke. Hát nagyon oldódik. Van benne kis vaj, egy kis MCT olajpor még oldás nélkül. Talán még az édeske se oldódott, még adok neki még egy percet. Legyen azért homogén. Na most ez, a lényeg az, hogy ez full szénhidrátmentes. Azaz befér a ketóba. A másik az, hogy ugye az olajak, a zsírok azok nagyon jó energiaforrások. Na, kóstoljuk meg, hogy mi ez. Na, és ráadásul ez írtó finom. Hogy én le is szoktam itt enni a Pontnál komplettáról, és ezen túl MCT olajport veszek, ti meg iratkozzatok fel, nem adjatok le semmiről, és igyatok ketó kávét, mert ebben legalább nincs szénhidrát.